Sikerül kiköszörülni a csorbát az amerikai válogatottnak? Anthony Edwards szintet lépés, rárúgja az ajtót a szupersztárokra? Felkerül egy vagy több eddig ismeretlen név arra. A következő napokban az NBA rajongóknak is érdemes Ázsiára figyelni, hiszen itt rendezik a világbajnokságot. Úgyhogy összeszedtem azt a néhány csapatot, akiknek esélye lehet arra, hogy behúzzák a Naismith trófeát. Legalább addig se Harden meg Lilárd szenvedésével foglalkozunk, és gyorsabban pörögnek a napok a szezonig. A vb ket mindig is négy évente rendezték, a tornák általában pont felezték az olimpiai ciklusokat, de ezen nemrég változtattak. Persze a Covid itt is bekavart, de elvileg az lenne a rendszer, hogy a VB mindig az olimpiát megelőző évben van. Már nem mint a komoly összefüggés lenne a két tornak között, mivel csak az aranyérmes, és a rendező franciák helye biztosított Párizsban, a többieknek vért kell izzadni, hogy megcsípjék a maradék mindössze 10 hely egyikét. Ez a lebonyolítás egyébként nem csak abból a szempontból szerencsés, hogy elkerüli a labdarúgó VB-t, mert ez is cél volt, hanem például egy amerikai válogatott gondolkodhat akár két éves ciklusokban is, csak a VB-re kell valahogy kijutniuk, és aztán megnyerni. Ahhoz viszont, hogy kiussanak a világbajnokságra, még a címvédő spanyoloknak is selejtezőt kellett játszania. A három éves elköteleződés viszont nem fér bele az NBA-nek, így a Team USA ezt a melót egy ex-NBA, G-League játékosokból álló csapatra bízta, kiegészülve néhány vándormadárral. Pályára lépett a warriors 2018-ban bajnok Jordan Bell, a Kingsben és a Mets-ben próbálkozó Justin Jackson, és két meccsre beszállt Isaiah Thomas is. A vb re természetesen már NBA játékosokkal érkezik az amerikai válogatott, akiknek az aranyérem megszerzése több szempontból is fontos. Ez ugyanis Grand Hill csapatfőnök első erőpróbája. Az 1994-es 1 per 3-as draft pick Hall of Famer tisztában van azzal, hogy manapság a játékosok diktálnak, ezért elődjével ellentétben ő már nem béste kőbe, hogy az olimpiára csak az utazhat, aki ott van a VB keretben. Steve Kerr is most először áll majd az vezető vezetőedzőként egy bitang stáb élén, amelyben helyet kapott többek között Eric Spolstra és Tiron Louis. is. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hiába húzták be Durenték az olimpiát, az utolsó vb n 2019-ben még Greg popovics a siralmas hetedik helyen végeztek, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy oda akarják tenni magukat. A keretet minden esetre ennek megfelelően állították össze. Természetesen rengeteg nagy név hiányzik, de aki itt van, okkal került csapatba. Fiatalok, a korelnök, Portis is még csak 28. Emellett egytől egyik éhesek, hiszen hiába bizonyítottak már a legtöbbjük előtt még ott az igazi áttörés. A legnagyobb hype Anthony edwards övezi, akinél nem tudom, hogy a játékát vagy a személyiségét kedvelem jobban, de egyre inkább őt úgy tűnik, hogy ennek a csapatnak ő a vezére a pályán, az öltözőben is. Érdemes lesz figyelni Austin reeves is, aki a felkészülési meccsek alapján még mindig csak egy részét villantotta meg az NBA-ben annak, amire képes így a lékerszel kötött szerződése napról napra nagyobb stíl. És ott van az év újonca, Paolo Banchero, aki a kispadról beszállva mutathatja meg, hogy mire számíthatunk tőle a második évében. Ezen felül van két-két csapattársunk is, ami mindig jól jön az összeszokottsággal ritkán váloga vádalható amerikai válogatottnál. Branson és Hart előbb a Villanován, aztán a Nixben játszottak együtt, míg Bridges és Johnson együtt cuccoltak át Phoenixből Brooklynba. Nehéz lesz őket elkapni, de egyáltalán nem lehetetlen, csak az alábbi lépéseket kell majd követni az ellenfeleknek. Extrán kell kintről dobni, kontrollálni kell az amerikai gyorsindításokat, minimalizálni kell a Team USA második esélyeit, és végül kevesebb szer kell eladni a labdát majd, mint Edwardsék. Ha nincs túl nagy különbség a dobás kísérletek számában, ha le tudják lassítani a meccset, hogy ne tudjon érvényesülni az amerikaiak fizikali fölénye, akkor meg lehet őket szorongatni. De egyértelműen ők a világbajnokság legnagyobb esélyesei. Mielőtt azonban kiderülne, hogy kik a legnagyobb kihívók, Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hol lehet nézni a világbajnokság meccseit. Az M4 is műsorra fog majd tűzni néhány összecsapást, de néhány éve a Fibának is van egy saját streaming szolgáltatása, a Courtside 1891, amelyben az évszám az első, még Springfieldben lejátszott kosárlabda mérkőzés dátumára utal. A VB csomagára jelenleg 21 euró, azaz kb. 8000 forint, és itt jön a képbe a mai videó támogatója, a Surfshark VPN, amely többek között segít néhány kattintással megváltoztatni a virtuális tartózkodási helyet. És ennek nem csak akkor van értelme, ha szeretnéd azokat a filmeket is megtalálni a Netflix kvinnálatában, amik itthon egyébként nem elérhetők, hanem bizonyos szolgáltatások, így például a Courtside 1891 jó is. Ha ugyanis átállítod a tartózkodási életet Egyesült Államokra, és ráfrissítesz az oldalra, a VB csomagára már is csak 10 dollár, azaz kb. 3500 forint, vagyis rögtön bejebb vagy 4500 forinttal. És ez még bőven nem minden. A rengeteg egyéb funkció mellett a Surfshark VPN teljes diszkréciót biztosít netezés közben, a Surfshark van kiegészítő már vírusírtót is tartalmaz, és akárhogy is döntesz, a szoftvereket egyetlen előfizetéssel az egész család használhatja az összes eszközén. Ha kipróbálnád a szörpsárkot, akkor a leírásban található linken exkluzív kedvezmény és három ajándék hónap vár 30 napos pénz visszafizetési garanciával a Baska kód használatával, mert a világbajnoksághoz világbajnok VPN és világbajnok ajánlat jár. Szóval a kihívók ez a második olyan VB, ami 32 csapat vehet részt, és ez a hígulás a csoportmeccsek oroszlán részét puszta formalitássá teszi. Hiába kap ugyanis Európa egyedül annyi kvótát, mint Amerika és Afrika együtt, így is hiányzik a tornáról a cseh, a horvát, a lengyel, meg a, meg a, meg a török válogatott. Nem jutott ki Argentina és Nigéria sem, itt van viszont helyettük Amerikából Mexikó és Venezuela, Afrikából meg Elefántcsontpart és a Zöldfoki szigetek amikor ezeket a meccseket nézzük, ásítozva, érdemes arra gondolni, hogy sokan, talán a magyarok EB meccsei elé is így ültek le, legyen szó labdarúgásról vagy kosárlabdáról. Nekünk mégis mennyit jelentett, és mekkora lökést adott az említett sportágaknak, aminek a gyümölcsét hosszú évek múlva remélhetőleg majd learadhatjuk, szóval legyünk elnézőek. Emiatt a futottak még kategória elég telített, és a komoly múltal rendelkező országoknál is rengeteg a hiányzó. Hiába lép pályára ugyanis rekordot jelentő 55 NBA játékos összesen 24 csapatot képviselve, Lemondta a tornát többek között. Domantas Sabonis a Kingsből, Jannis Aretokumbo a Bucksból, Jamal Murray a friss bajnok Denverből, Kristaps Sporzingis most már Bostoniként, a friss bajnok Nikolajok egy ugyancsak Denverből, Ricky Rubio a Clevelandből, mentális problémákra hivatkozva, Rui Hachimura, Japán, színeiben és a Lakers mezében, illetve az 1 per 1 újonc Viktor Vembányámá is, aki a francia válogatottat uh, kosarazta ki azért, hogy felkészülhessen az első San antonio szezonjára. Vagyis, hogyha a Team USA keretét is figyelembe vesszük, akkor a tavalyi három All-NBA csapatból, azaz kvázi a világ aktuálisan legjobb 15 játékosából, csak Luka Doncicot és Shea Gilgis Alexandert lethatjuk a következő hetekben. A Fekete Lovak közé megérzésre három csapatot sorolnék: az ausztrálokat, a franciákat és a szlovéneket. Az ausztrálok hatodik helyen vannak a FIBA aktuális erősorrendjében, és van egy alulméretezett dobógépük, aki nemzeti mezben a világ egyik legjobb játékosává válik. Edinilsznek a válogatottban folyton zöld a lámpa, így mindig és mindenhonnan dobni akar, és ezt nem is teszi rossz százalékkal. Mellett a még mindig fejlődésben lévő Josh Giddy találjuk a hátvéd sorban, aki gyorsabban tölti fel a statlapot, mint veterán Tesco alkalmazott a chipses polcot zárás után. Joklendél nem tartott a csapattal, így a palánk alatt szerintem békonyak lesznek, de hogyha az Ingles, Fibo, Exum, mm, Green 4 legalább ketten kiemelkedőt hoznak, akkor számolni kell velük majd a végén. A franciák a Fibánál harmadik helyen állnak, de én nem vagyok ennyire optimista. Sok a hiányzó, ugye Vembánya már nem vállalta az EB-t, Embiid is otthon maradt, pedig papíron már ő is francia. Vincent Collé csapatában elvileg furnyé lenne a húzó név, és hát fáradtsággal mondjuk nehéz lenne vádolni, miután a 2023-as naptári évben összesen kb. 100 percet játszott a nix-ben. De még ha el is hiszem, hogy lehet rá csapatot építeni, mögötte túl nagy az űr. Dekoló 36, Batum mindjárt 35, Gober meg Gober, van nem az is, hogy úgy játszik, mint Will Chamberlain európai zabigyereke, meg az is, hogy úgy játszik, ahogy a kanadaiak ellentette az első csoportmeccsen. A szlovénok a FIBA ranglistán csak 8. helyen állnak, de amíg Luka ilyen slank és fit, hiszek abban, hogy egy meccsen akárkit el tudnak kapni. A VB előtt elvesztették Csáncsárt és Gorán Dragics sincs a csapattal, de a Mag évek óta együtt játszik. Van egy extra honosítottjuk a palánk alatt, Mike Tobi, és bármikor képesek arra, hogy 30 pontot dobjanak egy negyedben. Nehéz eldönteni, hogy akkor jobbak, amikor Luka csinál mindent, vagy akkor, amikor csapatként dolgoznak együtt. Az igazság szerintem valahol félúton van, ezt a két üzemmódot kell váltogatniuk Doncsics aktuális dobóformája és kipihentsége alapján a kihívók közé a kanadaiakat, a németeket és a spanyolokat sorolom. Lehet, hogy van, akit meglepek, de a csak ötödik kiemelt Kanada az NBA legnagyobb importőre, csak nem 30 játékosokat foglalkoztatják a csapatok. Éppen ezért olyan meglepő, hogy válogatott szinten eddig még nem jött ki nekik a lépés. Az olimpiáról drámai körülmények között maradtak le, a VB-re viszont csoportgyőztesként érkeztek és hatalmas neveket hagytak otthon. Nincs itt a már említett Jamal Murray mellett Andrew Wiggins, a Pacersből Benedict Maturán, a Blazersből Shedon Sharp, vagy éppen a Grizzliesből Brandon Clark. De akik itt vannak, azok sem viccelnek. SGA mellett Dylan Brooks, R.J. Barrett, Dwight Powell és Kelly Olinyi kezd, a kispadról Ludort és Nickel Alexander Walker érkezik a full keret nem veszi fel a versenyt Steve Kerr csapatával, de az aktív rotáció komoly kihívást jelent bárki számára, hogyha a játék tudáshoz vagy szív is társul, és SGA be tudja bizonyítani azt, hogy Luka mellett tényleg ő a torna legjobb játékosa. A németeken sokáig agyaltam, hogy most akkor ők fekete lovak, vagy kihívók igazából, csereszabatosak az ausztrálokkal, de ami nálam mellettük szól, az az a rendszer, ami minden német csapatnak az alapja. Amíg az ausztrálok Millszel mennek a mennybe vagy a pokolba, addig Gordi Herbert vezetőedző csapata több opció közül válogathat, mivel a komoly NBA pedigrével rendelkező négyesből bárkinek lehet nagy napja. Schröder német mezben egészen más arcát mutatja, Tice erőszakossága nemzetközi szinten is kiemelkedő, a Wagner tesók pedig ma már Hernán Gomezékhez hasonlító duót alkotnak. És ha már Billy és Wancho, zárjuk a sort a spanyolokkal igen, jelenleg csak egy aktív NBA játékos van a keretben, Santi Aldama. Igen, irányítóban hiányzik Ricky Rubio és Lorenzo Brown is. És igen, Rudy és Jói együtt több mint 70 évesek. Viszont ők a világbajnoki és Európa bajnoki címvédők, folyamatosan érkezik a minőségi utánpótlás, a kezdő irányítójuk Nunez nemrég töltötte be a 19-et, és a keret tagjai bekötött szemmel is felismerik egymást, sőt, azt is pontosan tudják, hogy ki, mikor, hol van éppen a pályán. Ha összeáll a védekezésük, és a fent említett négy parancsolatot betartják, akkor duplázhatnak is a vb n de nagyon nehéz dolguk lesz, mert az egyének szintjén nem érnek fel az amerikai és a kanadai csapattal. Mielőtt megkérdezném, hogy szerintetek ki fogja nyerni a vb t egy sokkal fontosabb ügyben is döntést kellene hozni. Ha van érdeklődés, akkor ugyanis az Euroliga Final Four során sikeresen debütált módszerrel akár nézhetnénk a meccseket az én kommentárommal is. A stream az érkezne mondjuk a Kortszájb 1891-ből, vagy más online forrásból, a hang pedig a playback felületén, ahol meccs közben mehetne a chat is. Lenne ez kedvetek? Kezdjem el kinézni az adott napoknak a legjobb meccseit? Ezt is írjátok meg kommentben, meg hogy ki fogja nyerni a VV-t. Azt is írjátok meg a kommentben, és mindenképpen nézzetek rá a Sárk ajánlatára, akiknek ezúton is jár a pacsi. Köszönöm, hogy betámogatták ezt a videót. Én Baska voltam, és hamarosan jelentkezem egy újabb anyaggal. Sziasztok!